Kertész Erzsi, nem mese. Első fejezet. A nem megjelenik. Valami hiányzik. Valami fontos dolog, csak még nem jöttem rá, hogy mi az. Az biztos, hogy köze van a sapkámhoz, mármint ahhoz, hogy szinte minden nap elszedik tőlem, meg a 10 óraimhoz, mert azt is. Ha valami más lenne, ez mind nem történne meg. Vagy ha én más lennék, valaki más. Vagy ha tudnék valamit, valami titkos dolgot, amit mások tudnak, csak én nem. Mások, ahogy elnézem őket, egészen mások. Titkon figyelem, vajon mitől olyanok, amilyenek? Nem veszi el senki a 10 óraiukat, nem tépik le a sapkát a fejükről, nem lökik fel őket a lépcsőn, nem huhognak a fülükbe hangosan. Nem tudom, mit tudnak ők, de azt én biztos, hogy nem tudom. Különös lehet valaki másnak lenni. Apa azt szokta mondani, hogy nem bújhatok ki a bőrömből, anya meg azt, hogy az osztálytársaim nem férnek a bőrükbe. És jó, hogy én más vagyok, rendes. Bár csak valaki más lennék. Az iskolából hazafelé menet, egész úton ezen gondolkodtam. Valaki másnak lenni biztosan könnyebb. Van valami titkos erő a birtokukban, ami megvédi őket, és nekem abból nem jutott. Csak a rendességből, dupla adag. Hozzám mégsem akar senki hasonlítani, még én magam sem. Bár, ha jobban belegondolok, van, aki épp az ilyen rendes gyerekeket szereti, mint amilyen én vagyok. Például Olgi néni a szomszédból. Ennek valahogy mégsem tudok örülni. Mintha meghallotta volna a gondolataimat, a szomszéd Olgi néni ajtaja kicsapódott, és én hiába gyorsítottam, már nem tudtam elmenekülni. Kicsi drágám, kiabálta Olgi néni. Csókolom, mondtam, és próbáltam az ajtónk felé araszolni, de tudtam, hogy minden hiába. Olgi néni már erősen tartott. Sütöttem túrósat, mondta. Utálom a túrót, gondoltam. Szereted, ugye? Utálom a túrót, gondoltam. És olyan sovány vagy, etetnek téged rendesen anyádék. Gyere, Ádám, egyél meg pár sütit, nagyon finom. Utálom a túrót, gondoltam. Hangosan meg azt mondtam. Köszönöm szépen, Olgi néni. Arra gondoltam, hogy majd veszek egy sütit, és otthon adom Círminek. De nem volt szerencsém. Olgi néni hangosan számolta, amíg 3-at megettem, aztán becsomagolt még 13-at. Aztán megint elmondta, hogy milyen sovány vagyok, másrészt viszont ritka az ilyen kedves, udvarias gyerek, és ne féljek, a jövő héten is süt nekem túrósat. Utálom a túrót. Nem aludtam valami jól, nyomta a hasamat az a rengeteg túró, és furcsákat álmodtam. Hatalmas sütemények jöttek szembe, és mind be akartak kapni. Úgyhogy jobbnak láttam, ha gyorsan felébredek. Akkor láttam meg hirtelen azt a fura dolgot, ahogy ott fészkelődött a takaró ráncai között. Először kiabálni akartam, de nem jött ki hang a torkomon, csak ültem, és bámultam azt a valamit. Aztán szinte a plafonig ugrottam ilyettemben, mert egyszer csak rám kacsintott, és azt mondta, na, itt vagyok végre. Álom vagy? Kérdeztem, mert semmi más jó kérdés nem jutott eszembe. Nem, mondta az a fura lény, és nagyon szemrehágyúan nézett rám. Én vagyok a nem. A benned raboskodó, szupertitkos csodafegyver. Szupertitkos, raboskodó, mi ez az egész? Csodálkoztam. Kijöttem szívni egy kis friss levegőt, mert ha rajtad múlna, ítéletnapig ülhetnék valamelyik rejtett zugban, ugye? A lény ásított, nyújtózkodott, de továbbra is elég csúnyán nézett rám, mintha valami rosszat tettem volna vele. De hogy jöttél ki? Kérdeztem. Kihasználtam, hogy álmodban beszélsz, és nagy nehezen kicsúsztam a szádon. És mit mondtam álmomban? Ja, értem, mire gondolsz. Álmodban azt mondtad, hogy jaj, nem kell a túrós sütibe, utálom. Amikor a nemet mondtad, akkor csúsztam ki a szádon, nagy nehezen. Ezután a nem nevű lény sétálgatni kezdett az ágyamon, fel és alá. Otthon érezte magát.
Végre kiszabadultam a fogságból, viáncolta. Ki tartott fogva? Kérdeztem óvatosan. A nem nagyon csúnyán nézett rám. Még kérdezed? Kezdtem eléggé rosszul érezni magamat. Hát, én azt hittem, illetve hát nagyon rossz lenne, ha tudod, valaki megharagudna, mert olyasmit mondok, Azt, hogy nem? Üvöltötte a nem, olyan hangosan, hogy a takaró alá bújtam ijettemben. Jaj, mindjárt felébrednek anyuék, most mit csináljak? A nem rám sem hederített. Felfedező útra indult a szobában. Székekre mászott, szekrénypolcokon ugrált végig, és ráadásul hangosan énekelt. Nem, 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 nem. Egyre idegesebb lettem. Nem már. Csak ennyit tudtam suttogni. Na, kezd alakulni, mondta a nem, és visszamászott az ágyra. Mondd még egyszer. Nem mondom. Most már egészen dühös voltam. Ez az nagyon jó, dicsért meg a nem. Mi van? A nem pedig folytatta a szónoklatát. Jó, de még nem elég. Ez egy cincogó nem volt. A cincogó nem, nem valami nagy dolog. Még egy egér is tud ilyet, mondta cincogó hangon, és apró egérbajszot rezegtetett, amit addig észre se vettem. Nem, nem. Miért? Van másféle nem is? Kérdeztem, de aztán meg is bántam. Persze, itt van például a kő kövön nem marad, nem? Mondta a lény, és elüvöltötte magát. Nem! A fejemre húztam a takarót. Vagy mit szólsz, a lerepül a hajad nemhez? És már sivította is. Nem! Szörnyű volt, és rémes is, de azért kikukucskáltam a takaró alól. A nem haja hirtelen hosszú lett, és lobogott, mintha vaderejű orkán cibálná. Ezen muszáj volt egy kicsit nevetni. Van még másféle nem is? Kérdeztem. Na-na! A nem most lebigyeztette a száját. Hosszú szempillákat növesztett, és azokkal pislogott bánatosan. Ez például a... Nagyon sajnálom, de nem. Aztán meg kedves, bocsánat kérő mosolyjal nézett rám. Ez is hasonlít kicsit az előbbire. Köszönöm, nem. Ilyet mikor mondunk például? Kérdeztem. Az az igazság, hogy kezdett érdekelni ez a kis földön kívüli. Hát, például, ha rád akarnak tukmálni egy túrós süteményt, pedig te nem is szereted. Ezt azért kár volt mondania. Néha azért szeretem, dűnyögtem. Ha-ha, ennyit mondott megvetően. Aztán kisvártatva eltűnt, majd hirtelen tigris módjára előugrott a ceruza tartó mögül. Ez itt a csak azért sem. Nagyobb szabású veszekedések esetén használjuk. Kicsit tényleg hasonlított az állatkerti tigrisre. Legalábbis úgy láttam, mintha zöldes fények villogtak volna a szemében. Félelmetes volt. Aztán egy szempillantás alatt újra átváltozott. Kerekebb lett, és mintha sódarabok is pöttyözték volna. Így szólt. Amit most látsz, az a kerekperec nem. Ezt akkor mondhatnád, ha gyorsan le akarnál zárni egy vitát, de mivel fogságban tartasz, ezért sosem tudod meg, milyen ilyet mondani. A nem sóhajtozott, és szenvedő arccal csóválta a fejét. Elég rosszul éreztem magam, azt se tudtam, hova nézzek, a szemébe például semmiképpen nem akartam. Közben a nem visszanyerte eredeti alakját, nekem meg eszembe jutott valami. Furcsa ötlet volt, az igaz. Ízi, mit gondolsz, kipróbálhatnám valamelyiket? Kérdeztem, és közben egy kicsit szégyeltem magam. Ó, még ezerféle van, de próbálj csak ki egyet, lássuk, képes vagy-e rá. A nem kétkedve nézett rám. Azt hiszem, egyáltalán nem bízott benne, hogy meg tudom csinálni. Nagy levegőt vettem, és még a szememet is behunytam. Olyan különös volt ez az egész. Mégis úgy döntöttem, éjszaka ide vagy oda, most egy lerepül a hajad nemet fogok mondani, mert azt tetszett eddig a legjobban. Nem! Kiabáltam, aztán gyorsan kinyitottam a szememet. A nem ott állt előttem a takarón. Három hosszú, vékony hajszál lengedezett a feje körül. Nem rossz, nem rossz, mondta tűnődve, de azért próbáld csak meg újra. Figyelj, hagyjuk, mondtam a lénynek,
Ezt én nem tudom megtanulni. Képtelen vagyok ilyen hangosan ordítani. Hirtelen elment a kedvem az egésztől. Titkon azt kívántam, tűnjön már el inkább. Legfontosabb a belső meggyőződés. Bólogatott elgondolkodva is bölcsen a lény. Talán azt kéne legelőször kialakítanunk. Én vagyok is kész, mondtam, és éreztem, ha nem vigyázok, mindjárt sírni is fogok. De vigyáztam. Aha! Kiáltott felvidulva. Szóval most egy konok és durcás nemet mondasz nekem. Gyorsan kanyargós kosszarvakat növesztett a fejére, és felém trappolt. Igazán ijesztő volt. Látod, tudod te, ha akarsz, kiabálta, aztán belefejelt a lábam szárába. Au, mondtam, és most már tényleg volt okom rá, hogy sírva fakadjak, meg is tettem. Ami azután következett, arra tényleg nem számítottam. Ne sírjál, mondta a nem, és puha, barna bundájú, ütött-kopott játékmackóvá változott. Felmászott a nyakamba, és bozontos fejét az arcomhoz szorította. Ez meg miféle nem? Szipogtam. Kinőttem már a játékmackókból. Ez nem az, felelte. Ez egyszerűen csak brumi. Tovább ölelgetett. Én megkezdtem kicsit kínosan érezni magam. Jó, jó, nem sírok. Csak tudod, hiába is igyekeznék, ez az egész nem nekem való. Rendes vagy, hogy meg akarsz tanítani, de én nem vagyok olyan, tudod, milyen. Milyen? Ismét felvette az eredeti alakját, azt az ufószerűt. A hangja gúnyosan csengett. Nem mondtam neki, de Brumi azért kedvesebb volt. Nem tudok hangosan kiabálni, sem határozottan fellépni, ahogy nagymamám tanácsolja, sem megvédeni magam, ahogy apu szeretné. Ezek nekem nem mennek. Ha, még hogy nem mennek. Lássuk csak, mióta itt vagyok, már többször is bizonyítottál. Először is mondtál egy cincogó nemet. Nem. Nem nagy ügy, de azért az is valami. Kezdetnek megteszi. Aztán egy lerepül a hajad nemmel próbálkoztál. A teljesítményed majdhogy nem elérte az átlagot. A konok és dacos nem, viszont már elég jól megy neked. Abban profi vagy. Szóval tudsz már háromfélét, az egyiket mesteri szinten. Nekem nem mond, hogy nem megy. De tényleg nem. Hát jó, ide figyelj, te konok és dacos nem bajnok. Most aludd ki magad, és holnap abban a szerencsében lesz részed, hogy elvégezheted a nagy nem tanfolyamot, amit én tartok. Csak holnap, csak neked, csak itt a környéken. Holnap után pedig vizsgázol. Mi? Jó itt, holnap találkozunk az ágylábánál. Viszlát, de én nem akartam mondani. Csak hogy addigra eltűnt.